Kedves nézőink, a Molnár Gábor iskola számítógépes adatrögzítő, parkgondozó és textiltermék összeállító végzősei számára csütörtökön rendezték a ballagási ünnepséget. Kérem, nézzék meg összeállításunkat! Rövidesen lezárul életeteket meghatározó, értékes, kemény munkával és sok szép pillanattal eltöltött időszaka. A ballagás már majdnem a végső búcsúzás az iskolától. Marasztalnánk még benneteket, de tudjuk, hogy ez a dolgok rendje, és el kell bocsájtanunk titeket. Szeretnénk ezt ünnepélyesen, emlékezetesen megtenni, szeretnénk a tarsolyotokba egy pár szép üzenetet tenni búcsúzóul. Szeneca bölcsességét idézve. Aki elmulasztja a pillanatokat, végül elmulasztja az egész életét. S miért ne élnénk a kicsit, ha abból áll össze az egész? A ballagás kialakult rítusa sűríti az időt. Benne van az emlékezés és a búcsú, az útrahívás és az új iránti kíváncsiság, az elindulás és a majdani megérkezés. A jövő azonban nem valami titokzatos, felén közelítő végzet, hanem abból épül fel, amit ma megteszünk, megálmodunk, eltervezünk. A jövőtök a ti kezetekben van. Új feladatok, új kapcsolatok várnak rátok, új megvalósítandó célokat kell kitűznötök. Nagyon fontos, hogy különbséget tudjatok tenni az értékes és értéktelen, az igaz és hamis között, hogy hűséggel, tisztességgel állhassatok meg mások előtt, és értelmet tudjatok adni az életeteknek. Most, hogy elhagyjátok az iskolátokat, ne felejtsétek el a köszönetet elmondani szüleiteknek, tanáraitoknak, hiszen ők azok, akiknek az útmutatása nélkül nem járhattátok volna végig eddig az utat. Tanácsaikra, támogatásukra a továbbiakban is számíthatok. Vigyétek magatokkal, őrizzétek és adjátok tovább azt az örökséget, amit tőlük kaptatok. Legyetek méltó példaképei az utánatok jövőknek. Ehhez kívánok a Klebersberg intézmény fenntartó központ ajkai tankerülete kollégái és a magam nevében is sok erőt, lendületet, hitet és kitartást a további életetek folytatásához. Tisztelt ünneplő közönség, kedves diákok! Egy évvel ezelőtt még ti álltatok sorfalat a ballagóknak, ma értetek teszik ezt az alsógyéreket. A mai napon befejeződött eddigi életetek egy jelentős szakasza. Ebben az ünnepi órában az öröm és szomorúság egyaránt jelen van. Örülünk annak, hogy útra bocsáthatunk benneteket, szomorúak vagyunk, mert minden elválásban ott bujkál az utolsó találkozás félelme is. Bízom benne, hogy az eltelt évek olyan szoros kötődést alakítottak ki, hogy a későbbi találkozások alkalmával figyelemmel kísérhetjük életutatokat. Iskolánkat az itt folyó nevelő-oktató munka teszi azzá, ami, s hozzáállásunkat az alábbiak jellemzik, amelyet nektek is el kellett sajátítani diák éveitek alatt. Légy türelmes. Az ember először tanul, elsajátítja a szakmát, csak később kezd el építkezni. Ez a dolgok rendje. Ha csak úgy belevágsz valamibe, hidd el, hogy nem lesz hosszú életű a dolog. Ellenben a lassú, fokozatos munka értéket hordoz, és előbb-utóbb meg lesz a gyümölcse. Soha ne felejtsétek. Az itt tanító pedagógusok olykor szigorral, de mindig emberséggel és szeretettel közeledtek hozzátok annak érdekében, hogy elsajátítassátok a választott szakma alapjait,
és feltészítsenek benneteket, hogy boldogulni tudjanak az életben. Tettük ezt teljes iskolai pályafutásotok alatt azért, hogy a legvégső számadásig eljuttassunk titeket, és ti felkészülten adjatok számot a szakmai vizsgákon nem csak elméleti és gyakorlati tudásotokból, hanem emberségből, kitartásból, fegyelemből. A felkészítés része volt a tanuláson kívül a sok program, amelyeken részt vettetek. A különféle sport, kulturális és tanulmányi versenyek, a sok túra, kirándulás, táborozás. Egy régi mondás szerint annak teremnek a legszebb virágai, aki legnagyobb gonddal, szeretettel foglalkozik velük. Mi eszerint gyakoroltuk hivatásunkat, de életetek folytatása ezután már rajtatok múlik. Kérem, ne feledjétek mindazt, amit itt kaptatok, tanultatok, használjátok legjobb tudásotok szerint. Egyben izgalmas évek voltak ezek. Most, hogy végigjártuk a feldíszített iskolát, sok-sok emlék villant fel előttük. A kirándulások vidám pillanatai, a dolgozatok izgalma, a szünetek zsongása, a diáktréfák, csínyek vidámsága, minden elkísér bennünket. És lesz mire emlékeznünk majd 20 év múlva is. Most búcsúzunk tanárainktól. Köszönjük a sok munkát, türelmet, törődést, mindent, amit értünk tettek. Kérjük, felejtsék el velünk kapcsolatos rosszakat, bocsássák meg a csínytevéseinket, és csak a jóra, szépre emlékezzenek. Kedves diáktársak, tőletek is búcsúzunk. Sok közös élmény köt össze bennünket. Köszönjük nektek az együtt töltött élményekben gazdag diákéveket. Az utánunk következő évfolyamoknak legalább olyan eredményes és jó hangulatú éveket kívánunk, mint amilyen a miénk volt. Végezetül fogadjátok útra való Juhász Gyula gondolatait. Lehet, hogy gyenge még a hangunk, lehet, hogy léptünk bizonytalan, de indulunk, a szépet jót akarjuk, és érezzük, hogy hitünknek szárnya van.